kaptak önök kétharmadot, hogy ebben az országban végre rend legyen és elszámoltatás, jön egy választás, és ahelyett, hogy ezeket a törvénysértéseket, ezekért a törvénysértésekért például ez a polgármester megkapna a büntetését, ő bekerül az országgyűlésbe, megsértődik azért, mert nem ő lett Esztergom polgármestere, és a fideszes önkormányzat ismét törvénysértéseket követ el. És ezeket a törvénysértéseket, amiket elkövetett az elmúlt időszakban, önök ismételten nem úgy orvosolják, hogy rászólnának a saját képviselőtársaikra, hogy rászólnának, és azt mondanák, hogy végre hagyják nyugodtan dolgozni az új polgármestert, sőt segítség, ha már egyszer a Fidesz hibájából jutottak el. Normál. Igen, elnézést, képviselő, elnézést, normál, igen, normális hosszor irányú. Tehát ha már a Fidesz hibájából jutottak el idáig, akkor próbálják rendbe tenni közösen a város dolgait, hanem önök melyik utat választják? Azokat a törvénysértéseket, amiket most elkövetett az önkormányzat, azokat a törvénysértéseket egy új törvénnyel itt most teljes mértékben törvényessé próbálják tenni. Hiszen ebben a törvényben, amit önök benyújtottak, és ez valóban így van, a 23. paragrafustól a 25. paragrafusig semmi másról nem szól, mint hogy azokat a törvénytelenségeket, amit elkövetett a képviselőtestület, azt most törvényesé próbálják tenni, hogy innentől ezt megcsinálhassák. Hát ez a nagy probléma itt. Az a nagy probléma, hogy ismételten bebizonyosodik az, hogy lehet itt beszélni arról, hogy mi volt az elmúlt 8 évben. Valóban nagyon csúnya dolgok voltak az elmúlt 8 évben. Lehet arról is beszélni, ma már ugye egy vita során azt is kénytelenek voltunk itt végighallgatni, amikor a Fideszes és az MSZP-s képviselők vitatkoztak az elmúlt 21 év rablógazdálkodásáról. Kiderült a nagy vita során, hogy senki más nem tehet semmiről, csak az országos érdekegyeztető tanács. Ők voltak a hibásak, ezért most ezt meg is szüntetik. Nincs, tehát ne legyen következmények nélküli ország. Szűnjön már meg azt, hogy itt bárki bármit csinálhat, sőt egyénekre még törvényeket is hoznak. Legyen következménye annak, hogyha valaki ez ellen az ország ellen tesz, hogyha valaki ez ellen a nemzet ellen tesz, hogyha valaki bármelyik város ellen tesz, és akkor legyen meg a következménye minden cselekedetnek. Ezt kellene, és nem védeni az embereket. Erről szól sajnos ez a törvény, nem is lenne vele semmi gondunk. Tehát még egyszer mondom, nem lenne probléma, hogyha Medgyes Tamás például felelősségre mondták, hogyha azok a fideszesek, akik ott elkövettek bármilyen problémát, azt felelősségre mondták volna, és utána önök azt mondják, hogy rendezni szeretnék az önkormányzatunknak az adósság dolgait minél jobban és minél egyszerűbben meg lehessen oldani. Akkor nem lenne probléma. Itt ennek ez a legfőbb problémája, az okokozati összefüggések hiánya. Köszönöm szépen. Tisztelt Lukács Zoltán, Szilágyi György, Farkas Gergely, Hegedis Lórátné, Szilágyi Péter, Miklő József, Habis László képviselőtársaim, Tálai András államtitkár úr, kívánne még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, megkérdem az előterjesztők nevében, igen, Habis Lászlónak megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Hangsúlyozni szeretném, hogy úgyis, mint az egyik javaslattevő, egy rendkívül széleskörű tapasztalatszerzésen alapuló javaslatot igyekeztünk a tisztelt országgyűlés elé letenni. Elsősorban azért, hogy például az adósságrendezésben nem vonható vagyon új szabályozásával oldjuk meg azt, hogy a legalapvetőbb közfeladatok elláthatók legyenek az adósságrendezési eljárás alatt és azt követően is, és ezért tettünk például olyan javaslatot, hogy az a vagyon ne szerepeljen elvonható vagyonként, amelyhez az állam támogatást, hozzájárulást biztosít. Elhangzott a vitában, hogy nyilván egy adósságrendezés esetén alapesetben nem kerülhet sor fejlesztésekre, azonban az anyagban szerepel egy olyan javaslat, hogy kötelező feladatellátás esetén legyen lehetőség a bekövetkezett károk vagy bekövetkező károk enyhítésére, legyen lehetősége adott esetben az önkormányzatokért felelős miniszternek egyedi döntéssel egy-egy ilyen uniós
beruházás folytatásával kapcsolatosan a feltételeket megteremteni. Nyilván nem ez az alapeset, de ezt is fontos tényezőnek gondoljuk. Hangsúlyozni szeretném, hogy ahhoz, hogy itt bármilyen feladat ellátható legyen az eljárás során, ahhoz bizony szükségeltetik egy válságköltségvetés elfogadása, és itt azért említem ezt, mert nyilván források is szükségeltetnek ezekhez a feladatokhoz. Elhangzott Hegedűs Lóránné képviselő asszony részéről, hogy a 17-es, 18-as szakasz arra irányulna, hogy azonnali hatálya szűnjenek meg intézmények, oktatási intézmények. A szándékunk őszintén szólva nem az, hanem hogy ha semmi más módon nem látható el egy feladat, akkor legyen lehetőség arra, hogy például más önkormányzat vagy egyházi fenntartó adott esetben egyfajta kivételes eljárásként vehessen át intézményi feladatellátást, hiszen önmagában nem biztosított, hogy az adósságrendelési eljárásban a szükséges források a feladatellátáshoz rendelkezésre állhatnak. De hangsúlyozni szeretném, hogy a módosító indítványok kapcsán ezeket végig gondoljuk. Nyilvánvalóan az a szándék vezet minket, hogy például az oktatási intézmények tekintetében ne sérülhessenek tanulói érdekek. Fontosnak gondolom azt, hogy a válságköltségvetésből mik azok a feladatok, amelyek finanszírozhatók. Egyértelműsítettük, hogy a mellékletben felsoroltak, a külön törvényben kötelezően előírt feladatok finanszírozhatók. Hangsúlyozni szeretném itt a vitában, ilyesmire nem került sor, mert erős politikai tartalma volt a dolognak, hogy például azt gondolom, hogy a megváltozott munkaképességeket foglalkoztató közhasznú gazdálkodó szervezettel érvényben levő kötelezettségek teljesíthetőek legyenek, hogy egy példát mondjak, pontosan a társadalmilag legérzékenyebb, legsérülékenyebb rétegeknek a védelmét szolgálják azok a javaslataink, amelyek például kiegészítik ezt a mellékletet. Fontosnak gondolom továbbá azt, hogy amint említettem, a beruházások tekintetében ez egy kivételes eljárás legyen. Én azt gondolom, hogy például Szilágyi Péter tévesen hivatkozott arra, hogy a reorganizációs hitel kamatai alól felmentést adhatna a miniszter. Arról van szó, hogy kamat támogatásra vonatkozó ígérvényt tehet, és döntést hozhat e tekintetben. És egyébként ezt a hitelkedvezményt, kamatkedvezményt, ezt a későbbiekben a költségvetés számára meg kell fizetni. Nem akarok részletkérdésekre bocsátkozni, csak példaként említem, hogy a jegybanki alapkamat helyett a referenciakamatot azért említjük, mert a jegybanki alapkamat nem egy piaci kategória, nem alapja a reorganizációs hitelnek. Én azt gondolom, hogy nyilván igyekszünk választ adni a javaslattal az esztergomi problémára, azt azért szeretném Lukács Zoltánnak megjegyezni, hogy legjobb tudomásom szerint milliárd fölötti pénzeszközzel rendelkezett az önkormányzat akkor, amikor a polgármesterasszony határidőn túl nem fizetett ki számlát, tehát nekem nem tisztem ennek a konkrét kérdésnek a megítélése, de azt gondolom, hogy Kósa Lajos okkal beszélt arról, hogy van precedens arra, hogy tudatosan ilyen adósságrendezési eljárásba taszítottak önkormányzatot. Összességében köszönöm szépen az észrevételeket, igyekszem előterjesztő Kósa Lajossal egyetemben ezeket átgondolni, végiggondolni, és a továbbiakban érdemben a módosító indítványok tekintetében
javaslattal élni. Köszönöm szépen. Megköszönöm képviselő úr válaszát. Az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátása és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, és most napirend utáni felszólás következik. A mai napon napirend utáni felszólásra jelentkezett Farkas Gergely, a Jobbik képviselője. A csíksomlyói búcsú, a magyarság és a kereszténység ünnepe címmel megadom a szót 5 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt ház, kedves képviselőtársaim! Most szombaton 444. alkalommal rendezték meg a csíksomlyói búcsút, mely napjainkban a magyarság és a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Ennek kapcsán most nem egy történelmi visszatekintést szeretnék adni, inkább személyes gondolataimat, élményeimet szeretném megosztani önökkel, ugyanis volt szerencsém jelen lenni ezen az eseményen. Kezdeném rögtön azzal, hogy nehéz fába vágtam a fejszínet, úgy érzem, hisz nehéz szavakkal elmondani mindazt, amit az ember ott átél. Igazából tényleg csak azt tudja átérezni ezt, aki jelen volt ezen az eseményen. Én mégis szeretném ezt most megpróbálni. Hisz nehéz leírni azt, hogy mit is érez az ember, amikor több százezer emberrel együtt énekli el a himnuszt, a székely himnuszt, vagy nehogy Isten a Boldogasszony anyánk című éneket. Ennek kapcsán, az ott átélt érzések kapcsán leginkább az jutott eszembe, hogy ha általános iskolában valaki nem érti azt meg, hogy mit is jelent a katarzis kifejezés, akkor neki csak azt tudom ajánlani, hogy vegyen részt egy ilyen eseményen, és akkor meg fogja érteni. Úgy érzem, hogy az minden évben ott összegyűlő, és most is összegyűlő több százezer ember által alkotott közösség, a bennük közös hazaszeretet és hit egy olyan példaértékű lehet mindannyiunk számára, amely erőt adhat a mindennapokban. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot is elmondjak ezeken a talán mondhatni patetikus gondolatokon túl. Amit észrevettem és kis szomorúsággal kell tapasztalni, hogy kevés korombeli fiatal vett részt ezen az eseményen. Amit én nagy bánattal tapasztaltam, ugyanis úgy érzem, hogy a mai fiatalság között rengeteg útkereső, vagy akár érték nélküli fiatal van, aki keresi a helyét. Úgy érzem, hogy számukra nagyon sokat jelentene, hogyha egy ilyen eseményen részt vennének, és ennek kapcsán szeretném felvetni azt, hogy érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy a kormánynak azért igenis nagy közvélemény befolyásoló ereje van, milyen eszközökkel tudna hozzájárulni ahhoz a kormány, akár pályázatokkal, iskolai kirándulásokkal, hogy minél több fiatal vegyen részt ezen az eseményen. Úgy érzem, és ezt tegnap a Nándorfehérvári emléknap kapcsán is elmondta, hogy a fiatalok azok, akik abban a korban vannak, akik a leginkább fogékonyabbak ilyenkor, ő számukra egy nagyon pozitív hatást gyakorolhatna egy ilyen tényleg lélekmelengető eseményen való részvétel. Ennek kapcsán, ehhez kapcsolódóan azt is nagyon fontosnak tartani, hogy még nagyobb publicitást adjunk ennek az eseménynek, ugyanis sokat hallunk arról, hogy mennyire pesszimista a mi nemzetünk, mennyire rossz lelkiállapotban is van. Nagyon fontos lenne, hogy ezeket az erőt adó eseményeket minél több ember számára, ezeknek a hírét minél több ember számára eljuttassuk. Én nincs konkrét közvéleménykutatási adatom, de az a sejtés, hogy nagyon kevés ember tudja, hogy mi is zajlik le Pünköst környékén, Csíksomlyón. Sokan aggodalommal fogalmazzák meg azt az észrevételüket, hogy kezdi elveszteni ez az esemény a vallásos jellegét. Én ezt túlzásnak érzem, ezt az aggodalmat.